Érkezik a munkagép, hogy kiegyenlítse a talajt az egyik ház előtt Újfehértón. A most épülő kerékpárút szegélye miatt ugyanis itt egy kapubeállót is ki kell alakítani. A tervek szerint 2 héten belül ez is le lesz aszfaltozva, és bár most még locsolják a Kossuth utcai Bringa út alapját, erre is hamarosan egy 4 cm-es aszfaltréteg kerül. 203 millió forint magyar kormány támogatásból felújításra kerül az Újfehértó legrégebbi kerékpárútja, ami 1994-ben épült, és a városközpontot kötötte össze a köztemetővel. Ennek ez a kerékpárút kerül felújításra, illetve a tavaly átadott honvédelmi sportközpontig a temetőtől egy új kerékpárút is megépül ebből a forrásból. Tervénk szerint jövő tavaszra lesz kész. Ez Újfehértó legrégebbi kerékpárútja, amely egy lassan teljes hálózattá fejlődő rendszer része. A tervek szerint ez a hálózat jövő tavaszra 15 km hosszan össze is lesz kötve. Sőt, az önkormányzat szeretné, ha a városból kivezető főútvonalak mellett is kiépülhetne később a kerékpárosok biztonságát szolgáló út. Most azonban még ez a belterületi szakasz épül. Itt 2 héttel ezelőtt kezdődtek meg a munkálatok. Ez, ahogy elmondtam az előbb is, ez 1994-ben épült ez a kerékpárút, és ez már meg is, az idő vasfoga már sajnos megviselte, hisz, ahogy látszik, itt is nagyon sok fa lett ültetve nagyon helyesen a kerékpárút mellé, viszont ennek a gyökreit tönkretették a kerékpárutat, így megérett a felújításra. A közlekedés biztonságra nagy hangsúlyt fektetnek a városban, folyamatosak az ezzel kapcsolatos fejlesztések. Legutóbb 15 millió forintos saját forrásból a Májvás kertben alakítottak ki egy gyalogátkelő helyet. A KRESZ szerint legalább 15 méternek lennie kell a zebra és a buszmegálló között, ezért a református egyházközség előtt lévő buszmegállót is át kellett helyezni, ami így a református általános iskola és óvoda előtt kapott helyet.